Térségünkbe látogatott Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkár, aki Szabó Zsolt országgyűlési képviselővel közösen a mezőgazdaságot helyezte a fókuszba. Az élelmiszergazdaság meghatározó ágazata a tojástermelés. Ennek okán ellátogattak a gyöngyöshalászi baromfi telepre, amelyet még 2015-ben hoztak létre. Élelmiszeriparért felelős államtitkárként az a feladatom, hogy képviseljem az élelmiszeripar érdekeit a kormányban. Az élelmiszeriparban mi termékpályákban gondolkodunk, ezért a mai napon elsőnek egy tojásüzemet látogattunk meg, ahol láthattuk azt, hogy egy komoly élelmiszeripari üzem hogy működik. A vállalat nagy léptékkel kezdett fejlődni, minek után 2016-ban beruházási lehetőségre nyert támogatást a vidékfejlesztési program által. A támogatásból létrehoztak egy korszerű baromfi telepet, amely energiahatékonyságában, kapacitásában és az alkalmazott technológiában is egyedülálló a térségben. A tojótyúkok tartásának technológiai fejlesztése, az automatizáció és a precíziós gazdálkodás bevezetése mind olyan eszközök, amelyek hozzájárulhatnak a termelékenység növeléséhez és a fenntartatósági célok eléréséhez. Alacsony energiafelhasználás mellett a költséghatékonyságra ügyelve saját takarmánykeverő üzemet hoztak létre. Az államtitkár Lőrincibe is ellátogatott, ahol Szabó Zsolttal és Pálinkás Péter polgármesterrel együtt egy gazdafórumon vettek részt. Hogy mi volt a téma? A környékbeli gazdák voltak itt, kérdéseket tettek föl, jövőkép, Európai Unió, finanszírozások, digitális technika, tehát csupa olyan kérdés, ami a gazdákat érinti, érdekli. Szó volt a különböző támogatások beadásáról, annak a lehetőségeiről, a termelés lehetőségeiről, és ami fontos, teljes termékpályák, a nyersanyag előállítástól a feldolgozásig, egy szóval nagyon érdekes témákat érintettünk, sok kérdéssel, egy belső beszélgetéssel. Államtitkár úr viszi tovább ezeket a gondolatokat, és abba bízunk, hogy a következő időszakban minél több jó gondolat be fog épülni a kormányzati döntésekbe, és minél több gondolat a jogszabályokban fog megjelenni. Nobilis Márton elismerését fejezte ki Szabó Zsolt országgyűlési képviselő munkájával kapcsolatban, amiért összegyűjti a térség problémáit, amikkel tudnak foglalkozni, és később be tudják vinni a szabályozásba, a távlati gondolkodásba. Gazdákkal beszélgettünk arról, hogy miben tudjuk őket segíteni, hiszen mi arra vállaltunk mandátumot, és arra kaptunk felkérést, hogy a gazdákat képviseljük a mindennapjaikba, az ő munkájukat megkönnyítsük. Képviselő úrral egy nagyon jó napot töltöttünk el, ami tanulságos volt. Rengeteg olyan plusz új információval tudok hazamenni, amiből a minisztérium dolgozóinak új feladatokat tudok adni arra, hogy könnyítsék meg még jobban a gazdák életét, könnyítsék meg még jobban az élelmiszeripari szereplők életét, és ezzel is sikeresebbé tegyük a magyar mezőgazdaságot és a magyar élelmiszeripart egyaránt. Magyarországon, térségünkben a mezőgazdaságnak mindig is erős kultúrája volt, mára pedig azok tudnak sikeres mezőgazdasági országok lenni, ahol sikeres az élelmiszeripar is. Ezért is támogatja a kormány a fenntartható élelmiszeripart. Jókedv és bőség, zengi a magyar himnusz elejét a 60-i dalvarásó kórus. A himnusz felcsendülése ünnepi alkalmat jelöl, ezúttal üdvözlés és tiszteletadás jelét is mutatta a 60-i Grassalkovics kastély dísztermében, ahol Szabó Zsolt térségünk országgyűlési képviselője köszöntötte a térségben megválasztott polgármestereket. Itt vagyunk 60-ban a Grassalkovics kastély dísztermében. Meghívtam a Heves 3-as választókerület valamennyi polgármesterét, az újonnan megválasztottakat is, hogy be tudja mutatni őket a többieknek, ők heten vannak, és a többi polgármestert is, akiket már újra választottak. Szinte kivétel nélkül mindenki elfogadta a meghívásomat. A célom az volt, hogy egy egységes stratégiát tudjunk alkotni, mind a fejlesztéseket illetően, mind pedig a közösségépítéseket illetően.
Október eleje minden térségi település számára hozott valami újat, új lendületet, ami az elkövetkezendő 5 évben meghatározza egy-egy település életét, fejlődési irányát, a közösségét, az, hogy milyen jó ott élni, milyen szívesen választják a letelepülni vágyók az adott helyet. Az a cél, hogy valamennyi térségi településen jó legyen, minél jobb legyen élni. Ezért fognak dolgozni közösen, csapatként. Ez a mi szülőföldünk, mi itt vagyunk otthon, tennünk kell érte. Önállóan egy fecske nem csinál nyarat. Ha összefogunk, akkor tudunk utakat fejleszteni, tudunk kerékpárutakat fejleszteni, tudunk szolgáltatás színvonalat növelni, tudunk intézményeket fejleszteni, tudunk digitális technikákat fejleszteni. Egyszerűen egy olyan lehetőség van előttünk, ami csak összefogással működik. Egy hajszál kevés, az elszakad, azonban a sok hajszál együtt van, az nagyon erős. Ez az elv. Ez egy csapatjáték erősítette meg a polgármesterekben az összefogás, a harmónia jelentőségét, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen a polgármestereknek, hogy vállalták azt a tisztességet, amire a szavazópolgárok, a választópolgárok fölkérték őket. Köszönöm szépen a polgármestereknek, hogy tenni szeretnének a lakóhelyük, a környezetük, a területüknek a lakosságáért, tenni akarnak a környezetért, tenni akarnak a szülőföldjükért, otthon érzik magukat, és köszönöm szépen nekik, hogy így összefognak és együttműködnek. Együttműködés nélkül nem lesz eredmény, együttműködés nélkül nincs tovább lépés, ezért nagyon büszke vagyok erre a mai napra, és nagyon szépen köszönöm azt a megtiszteltetést, hogy egy kis része lehetek ennek a csapatnak. Már minden térségi településen megalakult a képviselőtestület, akik készek tenni lakókörnyezetükért, településükért. Nagyapáink, nagyanyáink építették számunkra azt a jelent, amelyben az újabb nemzedék a jövőjét alapozhatta meg. Sokszor a mindennapjainkhoz is erőt és bátorságot meríthettünk az elődök példáiból, vagy megértettük, mit bölcsességük okán nekünk átadtak. Tarnaméren is köszönetet mondtak az időseknek, akik az emberi értékeket belénk csepegtették. Kis Ferenc polgármester úr először hívta össze az időseket itt Mérán. Nagyon sokan vannak itt, jó lesz a rendezvény, bízom benne. Alpolgármester asszonynál együtt azért gondolták, hogy tiszteljék meg az időseket, mert mi fölnézünk rájuk. Megbecsüljük őket, a tapasztalatukat, a bölcsességüket, kérjük a véleményüket,
és Tarna Mérát ők építették föl, és mind a mai napig erős támasztó pillérei a településnek. Ezt köszönjük szépen, mai napra mindenkinek jó szórakozást kívánok, kedves és kellemes programot. A jó hangulathoz a gyermekek, a fiatalok is hozzájárultak, akik színes kis műsorral kedveskedtek a tarnamérai szépkorúaknak. A bölcsesség birtokosai az idősek, akik már annyi mindent megtapasztaltak és tanultak belőle, hogy élettapasztalataik bölcsességé értek meg, jelezte köszöntő beszédében Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Kapcsolódva a festészet napjához, Tóth Gréta művészettörténész múzeumpedagógus családi nap elnevezéssel ingyenes foglalkozásra invitálja az érdeklődőket. Október 19-én szombaton délelőtt 10 órától délután 1 óráig a Hatvani Lajos Múzeum doktai termébe. Hevesen fergeteges, nagyszabású színházi előadással készülnek október 19-én délután 6:30-tól a művelődési központban, ahol a tündérlaki lányokat adják elő Bakos Kis Gábor rendezésében. Október 23-án délelőtt 10 órától, majd pedig délután 3 órától gasztronómiai témájú tematikus tárlatvezetéssel készülnek a Hatvani Vadászati Múzeumban a kedves érdeklődők számára. Az előadást a barokk korabeli vadászkonyhát idéző állandó kiállítóteremben tartja Somogyi Bálint, aki a táplálkozási szokások átalakulását fogja ecsetelni történelmi korokon átívelően, a kora középkortól napjainkig. A tárlatvezetés második részében Szalai István hivatásos vadász nyújt szakmai beszámolót a vadhúsok elkészítéséről és felhasználásáról. A tárlatvezetés előzetes regisztrációhoz kötött, díja 1250 forint. A tárlatvezetés mellett délután 2 órakor egy workshopra invitálják a látogatókat, akik őszi hangulatú ajtódíszt vagy kopogtatót tudnak készíteni a múzeumban. A lakás dekoráció készítése szintén regisztrációhoz kötött. A program díja 2000 forint fejenként. Szombaton keleten, északkeleten továbbra is zavartalan napsütésre számíthatunk. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél. Hajnalban pára, kötfoltok alakulhatnak ki. A legalacsonyabb hőmérséklet -3, +9 fok között várható. Délutánra Hatvan térségében 15 fokra melegszik a levegő. Vasárnap és hétfőn országszerte derűs, száraz napos időben lesz részünk. Helyenként még élénk lesz a légmozgás. Reggelente -2, +6 fokig hűl le a levegő, a legmagasabb hőmérséklet vasárnap 15, hétfőn 16 fok körül alakul.